egyszerűen lenyűgözőek ezek a dinoszaurusz leletek. Most már kezdem élvezni a múzeumokat. Á, ez csak egy nagy halom szemét. Csupán egy rokás csontváz, amelyek már megkövesedtek. Értem, miről beszél. Ki akarna csontvázakat nézegetni, amikor olyan húsvér szépséget is lehet csodálni, amilyen én vagyok? Nem, szokás szerint fogalmat sincs, miről beszéltem. Úgy értettem, hogy egy dinoszaurusz favatkát sem ér, hogyha nem él és virul, érted? De én mindig úgy gondoltam, hogy a dinoszaurusz csontok sokat taníthatnak nekünk a történelemről. De nem azért fizetlek, hogy gondolkodj. Ha valaki bekerül a történelembe, akkor az én leszek és a dinoszaurusz királyságom. Na mindegy, nem azért jöttünk, hogy ezt megvitassuk. Van ebben a múzeumban valahol egy ritka borostyán dínomont, amit most álltak fel. Azért jöttünk, hogy ellopjuk. Hatalmas ez a borostyán. Elképesztő, hogy ilyet találunk egy szeizmoszaurusz gyabrában. Ha megszereznék azt a borostyán dínomontot, akkor be tudnánk indítani az egész szigetünket, igaz, Dr. Z? Pontosan. Ebben a múzeumban valahol egy felbecsülhetetlen lelet rejlik, amit most meg kell találnunk. De hogy fogjuk megtalálni? Kezdhetnek megtenni, ha nem fejjel lefelé tartanád a térképet. Úgy látom, ez egy hosszú nap lesz, úgyhogy kezdhetnénk a büfén, és mehetnék mondjuk egy jégkrémet. Próbálnátok egyszer a küldetésünkre koncentrálni, nem a hasatokra? Reménytelen, de most, hogy mondjátok, a büfé jó ötletnek tűnik. Van savanyú káposzta? Remek ötlet, én is jövök! Ez még mindig él. Máshol keressük azt a dínomondot, mondjuk a múzeum másik végében. Dinosaur King is what you wanna be, yeah. Make your move, come on and make your move. Dinosaur King is your destiny, yeah. Make your move, come on and make your move. Control the cards right in your hands. Jurassic Giants at your command. D-D-D-D-Team. Watch out, here we go. Prehistoric dinosaurs aren't extinct anymore. See them fight, hear them roar. Watch out, cause they're right next door. The past is in the present. Time's been twisted upside down. These fossils are colossal. Only one can wear the crown. Dinosaur King is what you wanna be, yeah. Dinosaur King is your destiny, yeah. A dinoszauruszok királya. Szerelem és New York. Jó estét! Itt vagyunk! Sziasztok! Nagyszerű időzítés! Gyertek csak beljebb, lányok! Sziasztok! Úgy örülök, hogy újra látlak titeket. Szia, Aki! Remélem, jó éhesek vagytok már. Max, menj fel az ünnepeltért! Oké! Rex, bent vagy? Ha? Már mindenki vár. Nem jössz le velem? De persze. Ha? De hát mi a baj? Nem vagy nagyon feldobva. Nem már, ma van a szülinapod, Rex. Szerintem túl nagy feneket kerítetek ennek az egésznek. Apu ezen a napon talált rám, de nem ez az igazi szülinapom. A kettő teljesen ugyanaz. Ezen a napon ismerted meg azt az embert, akit apunak hívsz, és éppen ezért olyan különleges ez a nap. Igen. A szülinap azért van, hogy magadat ünnepeld. Megérdemled, úgyhogy gyere, Rex. Aha. Menjünk ünnepelni. Na jó. Mi újság, ősködő? Nincs új a föld alatt. Őségyűjtők vagyunk mi, csontokat kell kutatni, össze nyáron és télen, elintézzük mi kellenen. Á, itt is vagy, Rex. Hogy van a szülinapos? Szia, apu. Boldog 12. szülinapot. Igen, boldog szülinapot, Rex. Hú, köszönöm, apu, ez tök jó. Köszönöm szépen. Kívánj valamit. Igen. Ez a kedvenced, csoki torta, epertöltelék és citromos máz. Az nekem is az a kedvenced. Ríz és én is ezt választottuk. Ez tőlem van. Ez Dr. Taylor és én adjuk. Hiha, nem is tudom, mit mondjak. Mindenkinek köszönöm. Rex. Ha? Igen, apu? Sajnálom. Már megint nem az kapott tőlem, amit igazán szerettem volna adni. De azért persze tőlem is kapsz valamit. És mi az? Megérkezett már Spike. Igen, természetesen. Ez a tiéd, Rex. Ah, nagyon kedves vagy. Kösz, apu. Na, mire vársz? Száz holdbiztos módszer, hogyan tetszünk a lányoknak?
Még ha az ember dinoszaurusz őrült is, és állandóan leletek után kutat. Pontosan! Megváltoztatta az életemet, amikor a te korodban elolvastam ezt a könyvet. Olvasd el, és veled is ez történik. Ez nem semmi! Én azt sem tudtam, hogy ilyen könyv létezik. Mindig egy lépéssel előttem jár a nők és az ős leletek terén. Hát nem fantasztikus ez az ajándék, Rex? Dehogy nem. Max, ha Rex kiolvasta, kért kölcsön tőle. Lehet, hogy még én is belelapozok. Ó, tényleg? Szerintem valami ég a konyhában. Jaj, ne! A csirke! Szerinted mire gondolt apukád, amikor azt mondta, hogy nem tudta azt adni ajándékba, amit igazán akart? Mire gondolt? Ha? Olvasd el, és többet fogsz randizni, nem tudom, mint a szalagavató királya. Azt minden hiszem, valamit mindig is szeretett volna adni nekem, de sosem mondta meg, mi az. Akiket még csak nem is ismersz. Mondja csak, Dr. Owen, igazak a hírek, miszerint a minap talált egy hatalmas borostyánt egy szeizmoszaurusz csontvázában? Ó, úgy érti, ezt itt? Ó! Ez iszonyú nagy. Tényleg lenyűgöző példány? Egészen rendkívüli. Lehet, hogy ez az eddigi legnagyobb. Ezért megkettőztük a védelmét. Meg kellett volna triplázni. Ha? Kik maguk? És hogy jutottak be ide? Az Alfa Banda. Engedjenek el, huligánok! Hagyják békén! No, lám csak. Közönség is van az előadásunkhoz. Igen, de a műsoruk eddig pocsik. Még nem láttad a legjobb részt, amikor mi megszökünk a dinomondal, ti meg csak a hangyák háborúját látjátok a képernyőn. Oh. Apu, ne! Szegény Dr. Owen! Egyébként mit kerestek ott? Azt mondta, el fognak lopni valami dino ízét. Talán dinomondot mondott. A borostyát akarják elvinni. Na, fenében, miért nem törik össze? Hogy szedjem ki belőle a kincsemet, hogyha nem nyílik ki? Az a tartó duranium akrilból készült, amit én találtam fel, és amit robbanószer sem repesz szét. Csak is egy különleges kulccsal nyitható. Akkor meg mire vár? Adja ide a kulcsot. Mondja, miért kell magának az a borostyán? Mivel úgysem állíthat meg, elmondom miért. Az ilyen nagy borostyán a dinomond, és ezt könnyen fel lehet használni hihetetlen mennyiségű nyers energia előállítására. És miért kell ennyi energia? Dutuska, hát a világuralom miatt, maga nem néz tévét. Ha? Na szóval, odaadja a kulcsot, vagy mi lesz? Hogy mondta? Tudod, egyszerűen gyönyörű vagy közelről. Ha? Jól figyelj. Tudom, hogy ez egy kicsit gyors, de azt hiszem, szeretlek. Ne játsszon a szívemmel! Húzz az időt, hogy ne kelljen odaadni a kulcsot! Játszani akar? Játsszon ezzel! Hívom a New York-i rendőrséget. Mondja, hogy siessenek! Hú, feltűnt egy új dinoszaurusz. Jól van, irány a laboratórium. Oké. Okay. Jó hírem van, sikerült időben kivennem a csirkét. Ó, hát ez különös. Hová tűnhetett el mindenki? Hihetetlen! Ha jót akar, egy igazi tiranoszaurusz. Ezt ne tudná nyelni magát. Ó, megtiszteltetés lenne, ha egy ehhez fogható csodálatos lény fajtán. Ó, úgy látom, van egy lyukas fogad. Egyértelmű, hogy az a fog szuvas. Mit szoktál lenni, nagyfiú? Még senkit nem látom ilyen bátran viselkedni egy dinóval. Há? Bátorságot akarsz? Akkor ezt nézd meg. Terri, kezelésbe veszem azt a lyukas fogát. Ez nem bátorság, hanem butaság. A kettő ugyanaz. Nem hagyhatjuk, hogy felfalják. Térjük vissza a dinomondhoz, rendben? Ó, igen. Megfeledkeztem róla. Hogy szedjük el tőle a kulcsot, hogyha kicsit sem félti az életét? Vigyázz az őstenedekre, nagyfiú! Mára csak ezek a csontvászak maradtak nekünk, hogy megtudjuk, milyenek voltatok. Ezért muszáj nagyon finoman bánnod velük. Kérlek, ne törd össze a csontokat, kérlek! Á, ez az! Adj ide a kulcsot, hogy összezúzatom Terrivel a leleteket! Azt nem merném! Kérlek, állj le, ne a csontokat! Jól van, odaadom a kulcsot, ha azonnal leállítják a dinoszauruszt! Ugye tudja, hogy rengeteg időt és feszültséget spórolt volna meg mindannyiunknak, ha már az elején megadja, amit kérünk. Terri! Többet ne törj össze! Terri, azt mondtam, többet ne törj össze! Jaj, ne, csak a szeizmoszaurusz, ne! A dinoszaurusz New Yorkban van. Menjünk! Mehet? Ez furcsa. Mi a baj, Max? Az, hogy elvesztettük a dinoszaurusz jelét. Há? Úgy érted, hogy csak úgy felszívódott? A perc, amire annyira vártam. Most már a miénk!
figyelmeztetés! Jöjjenek ki felemelt kézzel! Mi lenne, ha mi is figyelmeztetnénk őket? Hm? Alfa idézés! Gyerünk, Spinosaurus! Gyerünk, Saiczania! Gyerünk, Tyrannosaurus! Azt nem mondták meg, hogy pontosan kinek kell kimennie. Nem akartunk hazamenni! Melyikféle si parkolt oda? A parkolási drága! A biztosításom ezt nem fedezi. Reménytelen, apu nem veszi fel! Nyilvánvaló, már találkoztatok azzal a dinoszaurusszal, amelyik eltűnt. Ezt meg honnan tudod? A dinótartóból, amit Max használt. Átalakítottam, hogy ne csak az új dinoszauruszokat jelezze, hanem azokat is, amelyek újra felbukkannak, hogy ne veszítsük szem elől őket. Vagyis ez egy olyan dinoszaurusz kártyája, akit már megmentettünk? Lehetséges, de az is lehet, hogy az Alfa Banda dinoszaurusza. Hogy? De az apám velük van! Ismerem az apádat. Az Alfa Bandánál több le lesz szükség ahhoz, hogy legyőzzék. Hát remélem. Ha? Visszajött! Apu, én vagyok! Merre vagy? Nézd, Rex, itt van! Ha? Apu, semmi bajod? Hadd tépjem ezt le! Én jól vagyok, de azok az alfás emberek megszöktek a borostyánnal. Ne féljen, mi majd visszaszerezzük. Nézzétek, mit találtam. Egy kártya. Igen, olyan, mint egy taktika kártya, amin egy Szezmosaurus képe van. A fű jelképe van rajta, Peris. De furcsa. Amikor a Szezmosaurus csontvázát összetörték, az rögtön átváltozott kártyává. Ez egyszerűen hihetetlen. Dr. Owen, segítsen megtalálni az Alfa Bandát. Még mindig nem tudom elhinni, amit láttam. Ez az egész valószínűleg. Egyszerűen képtelen. Melyik irányba mentek, biztos úr? A Central Park West felé. Egy lopott járőrautóval. Öveket becsatolni. Dél felé indulunk. Dr. Owen, a belvárosban nem kéne kicsit lassabban mennünk? Nem kell aggódni. Fiatal koromban sokat furigáztam így a városban, és az oldalamon mindig volt néhány csinos lány is. Apukád sok meglepetést tartogat még számunkra. Hát az biztos. A nők egyszerűen imádják a sárga kabriót. Miért álltunk meg? Mert dugóba kerültünk. Ez minket nem állíthat meg. Terry, teljes gőzzel előre! És tapossz el mindent, ami az utadat állja! Ez nem sokat segített. Akkor gyalogolnunk kell. Gyerünk! Ott futnak! De nem tudunk átjutni az autókon! Dehogy nem! Ha? Meg micsoda? Hát én úgy hívom, stílus! És még milyen messzire van innen? Nem lehet messze, tudod, egy szigeten vagyunk. Beszéltem Settel, és ő mondta meg, hol találkozzunk. A parton van egy nagy szobor, ami egy nőt ábrázol kezében egy fagylalt tölcsérrel. Kezében egy tölcsérrel? Hű, ez aztán a nekem való nő. Nézzétek, ki van mögöttünk. Jól van, álljanak félre, borossárablók! Lássuk, hogy most hogy fognak elkapni. A fenébe! Ezt a kihívást nem lehet visszautasítani! Gyertek már! Gyertek! Gyertek, gyerekek! Erre nincs időnk! Elkapjuk őket! Rex apukája a legklasszabb paleontológus a világon! Kösz szépen! Gyönyörűek! Gyerünk, Chomp! Te is állsz! Te is, Peris! Számítunk rátok! Dino idézés! Gyerünk, Triceratops! Évölcs! Dino idézés! Karnotaurus, söpörd le őket! Dino idézés! Gyerünk, Parasaurolophus! Ragyog! Az egész olyan hihetetlen! Nem hiszek a szememnek! Nem gondoltam, hogy a saját szememmel fogok látni igazi dinoszauruszt. Ez csak egy álom. Siessetek, talpnyalók! Utánuk! Várj, apu! Fedezd, légy ci! Oké,
ott a fagylalt tölcsér, amit keresünk. Oda kell felmennünk. Dr. Z, biztos nem muszáj felmennünk a legtetejére. Biztos, hogy Seth itt is meg fog találni. Én egyetértek. Felmegyünk a tetejébe. Ti van lezárva. Na jó, de túl nagy kérés lenne egy lift. A hajszának vége. Ha? Megint maga az? Ha? Apu! Igen, Rex? Apu? Azt akarja mondani, hogy maga ennek a taknyosnak az apja? Hát persze. Most pedig Rex végre megismerheti az új anyukáját. Ha? Ha? Anyuka? Maga megőrült? Utálom a kölyköket! Ursula, hozzám jössz, feleség! Micsoda! Micsoda! Te miről beszélsz? Ugye nem azt akarod mondani, hogy ezért üldözted őket? Dehogy nem! Az az igazság, hogy azért követtelek, mert teljesen belédestem, és feleségül akarlak venni. Nem tudom, mit mondjak. Akkor majd én segítek. Három betűt. N-E-M. Hát igen, szerintem ez nem működne. Szerintem pedig nekem kell meghoznom a döntést. Ne csináld ezt, Ursula! Mit is tudhatnátok ti a romantikáról? Úgy értem, nem minden nap kérik meg egy lány kezét. Ursula, ne felejtsd el, hogy ki vagy! Az Alfa Banda tagja! Figyeljen, doktor, még a nevét sem tudom. Nagyon köszönöm az ajánlatot, de tényleg nem az esetem. Olyan őrült ötlet, hogy beválhat. Lehetetlen! Kész katasztrófa lenne! És mi lesz az ellopott borostyánnal? Meg akartam kérni doktor Z-t, hogy adja nekünk mondjuk más ajándékba, hogyha minden a terv szerint alakul. Te jó ég, magát meg honnan szalajtották? Lehetnék én a DJ alakzéban? Nem lesz semmi alakzé! Villám! Csapás! Most mi jövünk, Paris? Nagy lábrohan! Megidézlek, Seismosaurus! Ez egy Seismosaurus. Ez aztán a sarkára állt. Igen, megjött Seth. Várj, szerelmem! Legalább a gyűrűt fogadt el! Nem működne, mert nem így van megírva. Lássuk be, nem jön össze ez a szerelem. Ne erőltessük! Ó, Ursula! Sajnálom, Rex. Elhatároztam, hogy idén végre tényleg megajándékoznak egy anyával a születésnapodon, de megint nem jött össze. Felejtsük el, csak gyere vissza valahogy! Lecsúszom! Hát te aztán használtad a fejedet, hogy a segítségemre siethess. Szóval ez itt az a hely, ahol megtalálta Rexet? Így van. Már 12 éve történt. Hazavittem, örökbe fogadtam, és apa nem is kiválhatna nála jobb fiút. De aglegény vagyok, így Rex nem tudhatja, milyen is egy anya. Ez mindig nagyon bántott. És mivel a munkám miatt folyton utazgatnom kell, úgy döntöttem, hogy nálatok fog lakni Max, hogy mindig legyen szerető család körülötte. És mert az anyja nagyon jól főz. Szóval a dinoszauruszok védtek meg, amikor kisbaba voltál? Igen. Biztos ezért is érzem úgy, hogy most rajtam a sor. Nekem kell ezt tennem. Van valami, amit nem ért. A 100 holdbiztos módszer, hogyan tetszetünk a lányoknak, még az ember dinoszaurusz őrült is, és folyton lelet után kutat című könyvben, az áll, hogyha dinoszaurusz csontgyűrűvel kérjük meg egy lány kezét, akkor az igent mond, megpróbáljam újra? Túl korai, mi? Na jól van, akkor folytassuk Rex szülinapi buliát. Ez az! Igen! És most áram alá helyezem a dinomondot, hogy lássam, mennyi energiát termel. Jaj, mennyi mindenen kellett keresztül mennem, és még mindig nem elég az energia. Nincs mese, tovább kell kutatnom az energiaforrásokat. Nem fogom feladni, semmi sem tántorít el a királyság felépítésétől. Semmi! És ha újra működni fog az időgépem, mindenki reszkessen! Magyar hangok. Szalai Csongor, Molnár Levente, Bogdányi Titanilla, Hágen Imre, Nádorfi Kriszta, Galbenis Tomasz, Sánta Anna Mária, Szűk Sándor, Dévai Balázs, Németi Mária, Penke Bence, Szabó Zsejke.
Magyar szöveg Tarjár Rita, hangmérnök és vágó Bederna László, gyártásvezető Német Tamás, szinkronrendező Kis Lajos. A szinkront az Animax megbízásából az SDI készítette.